Schwarzhoch unboxing-videóm nem lesz, mert különböző okokért el kellett vennünk megvenni a laptop boltba, és el tudtunk menni, szóval ez egy kicsit jobb választás volt. Ugye, és akkor megvettük a kövői ennyi erről. Szombaton azért nem csináltam videót, mert nem voltam itthon, és túl későn jöttünk is haza, és már nem volt időm megcsinálni videót. Hát akkor azt mondjuk kicsit alapról. Nagyjából beteszteltem, nagyon tetszett Street és Park között. A Street sokkal jobb, de a Park se rossz vele. A csúszkálás egész jó vele, nem ér le a sarkad, de szóval nem tudsz veszkecs lenni. Tehát nagyon jó széles, aztán 4,5-ös, szóval elég jó. Hosszúsága nem tudom mennyi. Szóval Streeten kicsit jobban lehet vele dolgokat csinálni, de a Parkban tényleg ugyanolyan jó. Tapasztaltam, geója nagyon jó, kialakítása nagyon tetszik. Majd ezt bevágok majd így a videó közé ilyen kis videókat, ahol látni fogjátok, hogy milyen a nap alakja és a mintája, színe meg ilyenek. Amúgy ez egy MP lap, Max Peters, ahol sfény szép volt. Viszont az új fék az eléggé meglepett, mert valami alulból, vagy nem tudom miből van, de nagyon furcsa. Szóval nagyon könnyű, viszont szerintem hát nem tudom, lehet, hogy hamar el fog törni, de meglátjuk. Én hülye hangja van. Ja, nem mindegy, nem kocsak, nagyon patent. Nagyjából az érkezések általában nekem jók voltak a lapon, bárból meg ilyenekből, mert ugye jó széles, szóval tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó vele érkezni, mert nem tudsz sketchy lenni. Nagyon béna kell legyen ahhoz, hogy sketchy legyen, szóval nagyon király. Scooter check. Röviden. Chili 110-es kerekek, fekete lila, elő hátul, ugye most jön egy lap, MP, Hazen kormánycsapágy, annak oda villa, annak oda SCS, annak oda kormány és egy body markolat. Ja, nagyjából ennyi lenne, és a festése akkor már jönnek igazából, azt én csináltam. Hát elég érdekes. Nem tudom, annyira látjátok, de nem rossz. Nem mindegy. Szóval kb. Ennyi lenne. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és még egyszer bocsánat, nem tudtam előbb megcsinálni, de remélem tetszett nektek, és valamennyit azért megtudtatok, hogy milyen az új lap. És ha bármi kérdezni valótok van, akkor nyugodtan kommentáljátok, és akkor odaírom még, hogy valamit kiadtam. Szóval, köszi. És akkor találkozunk legközelebb. Viszont nem tudom, mikor lesz, mert holnap megyek, azaz szerdán Magyarországra, egy és fél hétre, vagy többre. És mondjuk viszont a laptopomat, szóval lehet, hogy tudok videót csinálni, de netem nem tudom, hogy hogy lesz. De megpróbálok mindenféleképpen videót csinálni, és töltögetni fel YouTube-ra, hogy tudjátok nézni. Szóval, ja, remélem lesz rá lehetőség. Volt? Na mindegy. Igen, hát szóval ennyi lenne ez a videó. Majd valamikor találkozunk a kövi héten szerintem. Valamit tudjátok fel a videót, szóval sziasztok!